A gyermekek otthongondozási díja, a gyod összege pedig idén már bruttó havi 232.000 forintra nőtt, ami a tavalyihoz képest havonta mintegy 24.000 forintos emelkedést jelent. Valamint nagy segítség az is, hogy a gyod mellett az otthonteremtési támogatásoknál nem számít a gyermek életkora, tehát lehet már felnőtt, a család akkor is igényelheti például a csokot, az áfa visszatérítést vagy az illetékcsökkentést. Az elmúlt 12 évben olyan többrétű családtámogatási rendszert alakítottunk ki, amely minden élethelyzetben segítséget nyújt a családoknak. Közöttük kiemelten azoknak is, akikre az átlagosnál több teher hárul, mert tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek.